Sziasztok, Máté vagyok, ez a Mobilis Diáklabor. Most a 10. osztályosoknak szeretném a szőlőcukorral kapcsolatos kísérleteket folytatni. Egy másik videónkban elkezdtük a szőlőcukor szerkezetének vizsgálatát, és ugye arra jutottunk, hogy az összeképletét, ha ismerjük, tehát hogy C6H12O6, és azt is tudjuk, hogy vízben jól oldódik, és végeztünk egy kísérletet, hogy rézszulfátos vizsgálattal, nátriumhidroxid oldatba, hogy sokkal töményebb, vagy ilyen mélyebb kék színű lett az oldat, az azt jelenti, hogy szomszédos szénatomai vannak. Ez mind arra utal, hogy alkoholos hidroxid csoportok vannak a egyes szénatomokon. Ugye maga az, hogy semleges kémhatás, az ugye azért, hogy nem válik le róla a proton, nem adja le a protonját. Most tovább folytatjuk a szerkezetvizsgálatot, és azt fogjuk megnézni, hogy vajon adja-e az ezüst tükörpróbát, vagy nem. És az ezüst tükörpróba az aldehideknek a kimutatására való, tehát meg tudjuk nézni, hogy vajon így néz ki ez a szerkezet, tehát egyszerűen egy polialkohol, tehát sok hidroxil csoportot tartalmazó vegyület, vagy pedig egy formil csoportja van, tehát a legvégén egy oxocsoport van, mert ugye akkor adja az ezüst tükörpróbát. Ezt fogjuk megnézni. Éppen emiatt az elkészített szőlőcukor oldatot most ugye elvégezzük az ezüst tükörpróbát. Az ezüst tükörpróbához szükségünk van ezüst nitrát oldatra, ezt sötét színű üvegbe tároljuk. 5 köbcentimétert öntök ebbe a kimcsőbe. Úgy. Jó, akkor majd öntök hozzá ammóniát. Az ammónia egy tömény oldatát, vízes oldatát használom, az egy erősen lúgos oldat. Mivel erősen lúgos oldat, ezért kiválhat az ezüstoxid csapadék. Addig folytatjuk az ammónia adagolását, amíg az a sötét ezüst oxid csapadék föl nem oldódik, hiszen ammónia tovább adagolására egy ezüst amin komplex keletkezik. Ezt az ezüst amin komplexet kell kialakítanunk. Egy kicsit össze is rázom. Oké. Az ezüst amin komplex, itt már a tetején mindenképpen látszik, hogy kialakult. Majd ehhez az oldathoz fogok hozzátenni egy kevés szőlőcukoroldatot. Azért ezt, mert erre vagyunk kíváncsiak, hogy vajon ebben van-e formil csoport, ami ugye adja az ezüst tükörpróbát. Jó, ezt én most összekeverem. Tehát ezt az ezüst ionokat tartalmazó oldatot, ami lúgos, és tettem bele a kérdéses anyagot, ugye, hogy van-e benne formilcsoport. Egy kb. 70-80 Celsius fokos vízfürdőbe helyezem, és ha van benne formilcsoport, akkor egy szép ezüst tükör válik ki ugye a kémcső falára. Ez azért van, mert az ezüst ionokat gyakorlatilag redukálja ez a formil csoport, vagy hát maga a szőlőcukor, és az ezüst ionokból fém ezüst keletkezik, a szőlőcukorból pedig glükonsav, tehát ugye a glükózból képződő sav, ugye tovább oxidálódik. Ha szép, tiszta kémcsövet használtunk, akkor egy szép ezüst tükör vonja be a kémcsövet, és ez látszik is gyakorlatilag most a kísérletben, hogy egy
fénylő ezüst tükör található, tehát a kémcső falán. Ez azt jelenti számunkra, egyrészt esztétikai élménynek is jó, tehát egy szép ezüst tükör, másrészt felderítettük így a glukóznak, a szőlőcukornak a szerkezetét. Tehát most már az ezüst tükör próba miatt tudjuk, hogy bizony egy aldehid csoport is van a szőlőcukorban, tehát egy oxocsoport van a széllánc végén. Ugye ez egy az aldehidekre jellemző formil csoport. Így már akkor össze tudjuk számolni, nézzük meg, megvannak-e az oxigének. 1, 2, 3, 4, 5, 6, megvan a 6 oxigén. A szénatomok ugye megvannak, ők adták a vázát, 2, 4, 6. Próbáljuk meg kipótolni a maradék helyeket hidrogénnel, ugye egy szénatomhoz, egy szénatom az ugye 4 kovalens kötést tud kialakítani. Hát itt most éppen 2 van, ide még 2 hidrogén kell, ide is még kell egy, ide is egy, és ide is egy. Ide mind-mind a hidrogéneket beírjuk, akkor megkapjuk a maradék hidrogéneket, tehát épp 6-ot tudtunk így beilleszteni. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. A többi 6 az pedig ugye a hidroxil csoportokban volt, tehát megkaptuk ugye a 12 hidrogént. Így tehát összeállt a szőlőcukornak a molekulája, a szerkezeti képlete. Na most a nagyon fontos még az is, hogy a hidroxil, vagy ugye maga ez a szerkezet, ez egy nyílt molekula, ez bár gyakori, de nem így fordul elő a szőlőcukor, például szilárd állapotban, vagy akár ebbe a vizes oldatban sem, tehát nem ilyen módon, hanem ez a hidroxil csoport ide gyakorlatilag kötést létesít ide a lánc végén lévő szénatommal, és így gyakorlatilag összezárodik, egy gyűrűvé záródik, aminek az egyik tagja oxigén lesz, és így gyakorlatilag egy 6 szénatomos gyűrű alakul ki, nem benzol gyűrű, tehát itt nincs szó aromás vegyületről, csak egyszerűen egy zárt forma. Ez a nyílt és az zárt forma, ez főleg tehát oldatok esetén egyensúlyban van. Na most mindig van egy kis nyílt forma azért ugye az oldatokban, ezért is adta ugye az ezüst tükörpróbát, de nagy rész akkor is zárt állapotba fordul elő. A szőlőcukornak a másik neve, a tudományos neve a glükóz, ezért például az orvosi kifejezésekben is hipoglükémia és hiperglükémia, ugye ez azt jelenti, hogy magas vagy alacsony ugye a vércukor tartalma, de akár a diabetes mellitus is ugye emiatt van, tehát hogy a cukor, az a cukorbetegségnek ugye a latin elnevezése. Na most a cukorbetegek esetén, ugye ott az egy cukor anyagcserebetegség, gyakorlatilag nem termel elegendő inzulint a hasnyálmirigye a beteg embernek, emiatt a sejtek nem tudják fölvenni a vérből ezt a glükózt. Mivel túl sok glükóz lesz a vérükben, ezért a vese kiválasztja ezt is. Ugye ezt rendes esetben nem teszi, hiszen ez tápanyag, ami folyamatosan ugye a vérben van. Igen, de túl sok, túl magas vércukorszint tel együtt jár sajnos ugye azt is, hogy a sejtek ugye, tehát nem tudják fölvenni, ezért a vese már kénytelen kiüríteni. És régen úgy határozták meg, hogy ha valaki cukorbeteg, az volt az ilyen nagyon kezdetleges vizsgát, hogy megkóstolták a vizeletet, amit kiválaszt a vese. És hogyha édes ízt éreztek, akkor abból lehetett következtetni. De most ezt a vizsgálati módszert lehet például ezzel helyettesíteni. Tehát ha nem is ezüst tükör próbával, de azzal is működne, hogyha valakinek a vizeletébe glükóz található, akkor az ugye adja az ezüst tükörpróbát. Most vannak ennél ugye olcsóbb megoldások is, például ugye a Fehling reakció, de ma már természetesen műszeres vizsgálatokkal végzik ezt. Tehát a szőlőcukor nyílt formája, tehát így néz ki. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok!